Ha egy város nemzetközi elismerésben részesül a környezetvédelem területén, az nem csak dicsőséggel, de felelősséggel is jár. Így van ez Bátaszék esetében is. Az év európai fája díj után a város zöldítése a városvezetés egyik céljává vált. A munka már 2015-ben elkezdődött. Mindenképpen fontos volt számunkra, hogy a város központjában egy olyan zöld felületeket alakítsunk ki, amely egy kisvárosi megjelenéshez feltétlen szükséges. Ezért el is kezdtük már ezt a folyamatot, hiszen 2015-ben elkészítettük azt a zöldítési programot, ami a postai épületétől egészen föl a Kövesdi utca kereszteződéséig a Budai utcának a zöldesítési elképzelését tartalmazza. Több ütemre bontottuk, hiszen egyben ez egy nagyon nagy falat lett volna, és éves költségvetések egyben nem bírják el ennek a megvalósítását. Így 2015 óta minden esztendőben végeztünk részfeladatokat is. Hát követtünk el hibát is, és ezt is be kell vallani, hiszen a templom előtt a zöldesítési tervünk során a rózsákat sajnos kivágtuk, de néhány napon belül ezeknek a pótlása meg fog történni, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy a város egyik éke volt a templom előtti rózsasor. Ennek a telepítése megkezdődik. Emellett az erre az esztendőre tervezett fásítási programot is végrehajtottuk, hiszen közel 1 millió forintért 11 néhány darab facsemete került beépítésre és beültetésre a Bezerédi utcától a Kövesdi utcai szakaszig. 2020-ra tovább folytatódik a fásítási program. Igaz ez, az eddigieknél költségesebb és forgalomtechnikailag is bonyolultabb lesz. A cél, hogy miközben zöldebb lesz a város, mindez ne okozzon parkolóhely csökkenést. Ez már egy költségesebb feladat, hiszen a Bezerédi utca és a templom közötti parkolókkal, kerékpárúttal, szilárd burkolattal rendezett területekre kellene úgy facsemetéket beültetni, hogy egyrészt a burkolatot kell, majd megbontjuk, kialakítsuk a megfelelő élettereket a fáknak. Ezt valószínűleg ezt a szakaszt több ütemben, több évre bontva tudjuk megvalósítani, de tervünk az, hogy néhány éven belül ez a szakasz is zöld városként tudjon megjelenni az Bátaszéken. Igyekszünk olyan műszaki megoldást kitalálni, ami a parkolóhelyeknek a számát nem fogja csökkenteni, viszont látjuk azt, hogy feltétlen szükséges, hogy egy kis fásítással, zöldesítéssel ezen a szakaszon is megjelenünk. Ez teljes egészében városi forrásból kerül majd megvalósításra. Elkezdjük, hogy 2020-ban mennyi lenne ennek a bekerülési költsége, és a költségvetési tárgyalások során mindent elkövetünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben és lehető legnagyobb összeggel ez bent tudjon maradni, és meg tudjuk valósítani 2020-ban. Minden lehetőséget ki fogunk használni annak érdekében, hogy egy környezetbarát kisváros képét tudjuk mutatni az ide látogatóknak, mondta Bozsonik Robert. És fontos az is, hogy a bátaszékiek jól érezzék magukat a településen, és ehhez szükséges a környezet szépítése, formálása.